Köszöntöm nézőinket! A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház ősbemutatóval kezdte az évadot. A Spanyol Menyasszony című előadást Lovas Ildikó két síkon játszódó regénye alapján azonos címmel állította színpadra Urbán András, amelyben négy vajdasági magyar színház hét színésznője szerepel. Én szerintem én folyamatosan foglalkozok kortárs írókkal, nem feltétlenül a regényeikkel, de mondjuk az utóbbi másfél év alatt, hogy a Tolnai Ottó, Vége László és most a Lovas Ildi regénye került színpadra az én rendezésembe. Én igazából az Ildikó műveivel szerettem már régóta foglalkozni, tehát már egy másik regény kapcsán is gondolkoztam, és amikor megjelent ugye a Spanyol Menyasszony, akkor fölmerült ennek az ötlete, aztán egy darabig ez leállt, és egyszer újra aktuális lett. Amikor még belekezdtünk, akkor azt hiszem, hogy számomra fontosabbnak tűnt az a múlt század elő, ugye ez a csáti világ, tehát ez az egész csát történet párhuzama, és ez a 80-as évekbeli fölnövés történet Szabadkán, tehát Szabadka eleve, és ahogy ezzel az anyaggal foglalkoztam, már a próbák is, hogy elindultak, egyre jobban kristályosodott ki, így ezen, ettől függetlenül egy női sors, tehát egy női létélmény. Végül is ugye úgy szoktunk beszélni, hogy emberi létélmény van, de hát mégis most ez specifikusan, ahogy beleindultunk ebbe a történetbe, végül is azon a prizmán keresztül próbálva nézni a világot, hogy ezt egy nő éli meg, tehát egy női látásmód valamilyen értelemben. Mindig az érdekel, hogy ahogy kibontódnak a dolgok, tehát ahogy itt is kibontódik, és valahogy ahhoz az eszenciához érkezünk, ami mindegy már, hogy Szabadka, mindegy, hogy milyen évek, mindegy, hogy mi a kor, és mindegy, a Csár Géza is végül is. Az emberi szenvedés, hogy igen, van jelen, az történik meg, illetve hát nyilván ugye ennek a regénynek fontos momentum a szerelemhez való viszony, tehát ezek az emberi kapcsolatokba való be nem teljesült teljesülés, vagy keresés ennek a beteljesülésnek. Nem is hittem volna, hogy van ilyen érzés, de őszintén annyira egyszerre jó és felemelő és szívszorító, az csak egy plusz, hogy az én szövegem. Tehát nem azért ilyen, hanem az erős művészi jelenlét miatt, amit a színésznők megvalósítanak a színpadon, és amit az András vezetésével, rendezői instrukciói alapján, amit a próba folyamatokban ők saját magukból ki tudtak hozni. Szerintem ez egy nagyon fontos folyamat. Ugyanannyira, hogy a regényírás egy fontos és több fázisból álló folyamat. Nyilván van, mindenki másképp csinálja, de hát el nem tudom képzelni, nincs olyan része, amikor fölkészülünk, amikor irodalmat olvasunk hozzá, szakirodalmat olvasunk, amikor különböző vonatkozásait megpróbáljuk körbejárni a kérdésnek, és van egy olyan, amikor elkezdjük írni, ugye, és az a kegyetlen része a dolognak, amikor az ember semmi másra nem gondol, csak arra, hogy a szöveg elég éles legyen, elég kemény legyen, elég mélyre menjen. Könnyű azt mondani, hogy önéletrajzi elemekkel szült. Ez igaz is, meg nem is. Részben biztos igaz, de amikor egy művész, egy színész, vagy egy színésznő ott áll a színpadon, azt, ahogyan ő megformálja azt a karaktert, hát ő is saját magából merít. És amikor megformálja, az mégsem ő, hanem valaki más. A figura a színpadon. Összesen négy színházból, a Vajdaság összes magyar nyelvű színházából itt van a képviselet. Az Újvidéki Színház, a Szabadkai, a Kosztolányi és az Entei Színházból. Azt hiszem, hogy Urbán András összehívott egy nagyon erős csapatot, és gondolom, hogy egy igen erős előadást hozott létre. Azt hiszem, vagyis hát csak magamból kiindulva tudok beszélni, hogy egy roppant érdekes próba folyamat volt. Olyan kolléganőkkel találkoztam, akikkel nagyon régen dolgoztam. Jó volt újra
összeismerkedni, megtudni az ő szenvedéseiket, örömeiket az elmúlt évekből, és azt hiszem, hogy ezt a színpadra is föl tudtuk vinni. Ugyanúgy az örömöt, mint a bánatot. Magában a regényben két nőről szól ugye maga a történet. Nekem ez azért érdekes, mert itt heten vagyunk, akik igazából mind a kettőben megpróbáljuk magunkat. Nagyon érdekes volt, és nagyon sokat tanultam ebből a próba folyamatból, mert épp azért, mert négy helyről vagyunk. Különbözőek a hátrányaink, és különbözőek az előnyeink, és így az ember, mint hogyha nagyító alatt látná, hogy mit nem kell, a többiek is látják, hogy mik az én gyengéim, de ugyanakkor nagyon sokat lehet tanulni a másikaktól, és ez nekem nagyon élvezetes volt, ahogy valaki bátor, vagy ahogy valaki eszköztelen. Nagyon jó volt szerintem ez, és nem emlékszem arra, hogy lett volna ilyen produkció Vajdaságban, ahol a négy színház képviselői jelen vannak. Először érzed, hogy engedni kezded a szorítás a gyomrod tájékán. Ami akkor jelent, mindig azt mesélik, hogy a nők nehezebben dolgoznak együtt, és hogy van egy versengés, és hogy mindig van hisztéria, meg feszültség. Egyetlen egy pillanatig ilyen nem volt. És valahogy olyan érzésem volt, hogy azt hiszem, hogy én nekem ennyire maga a csapat még soha nem esett jól. De épp azért, mert volt egy olyan egymásra utaltságunk, egy olyan közös élményvilágunk, és a női dolgokkal foglalkozó, hogy mindenkiből valahogy olyan őszintén és olyan egyszerűen előjöttek ezek, és nem kalkulált senki, hogy mit mond el és mit nem. Tehát egymásra találtunk abban, hogy nők vagyunk. Nekem mindig kihívás, hogyha egy vércserét tapasztalhatok, tehát hogyha más társulatból való emberekkel dolgozhatok együtt. Ebből a hét nő közül, vagyis hat másik nő közül én gyakorlatilag azt hiszem, hogy csak a Béres Mártival dolgoztam eddig együtt, úgyhogy nagyon megörültem ennek, tényleg. Egyrészt nagyon, tehát nem is ismertem őket egészen, és így engem nagyon föltöltött ez a munka folyamat. Én nagyon szerettem velük improvizálni, nagyon szerettem azt, amit kaptam tőlük, tehát amit tanulhattam tőlük, tehát ezt mind bele fogom tenni a kis tapasztalatos füzetembe. Ez számomra, hogy én ide bekerültem úgymondva a Vajdasági Színháznak a nagy színésznői közé, ez számomra egy nagyon szép és nagyon jó lehetőség számomra. Nagyon örültem, hogy az Andrással is dolgozhatok, mert még sosem próbáltam, és amikor középiskolás voltam, akkor én ide bejáratos lányka voltam, aki 8-szor látta a bizonyos előadásokat itt. És én nagyon élveztem. Ez a nőiség, meg a nő léte, ez nagyon, nagyon érdekes volt, hogy mindenkibe különböző képen csapódott le, és különböző új kérdéseket vetett föl, amik bennem vagy már megfogalmazódtak, vagy majd most fognak, vagy majd az évek folyamán történnek meg velem, és nagyon jó volt látni azt is, hogy mennyi mindent tapasztaltak ők már, amire én majd fel fogok készülni egyszer. Tehát, hogy én tényleg, én pozitívként élem meg. Ennyire tömény női társaságban azért még nem dolgoztam, tehát talán az Ágott, valamikor csináltuk a vizsgaelőadásunkat, ugye, amivel lediplomáltunk, akkor ő meg én játszottunk, csak ketten. Most heten játszottunk, és remélem, hogy ez a női energia, ez így robban a nézőtéren. És nagyon, nagyon jó esett tulajdonképpen. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, de valahol mégis aztán kiderült, hogy nagyon sok közös van bennünk. Bender és Társa című most megjelent regényéről és a vajdasági irodalmi helyzetről beszélgettünk Böndör Pál íróval. Böndör Pál új regényének rendhagyó címe van. Ugyanis a címlapon három név szerepel, ugye Böndör Pál a szerző neve, aztán a Bender és
annak a társát, ez mind egy firma, ugye? De hát tulajdonképpen mind a három, tehát a szerző természetesen, de a Bender és a társa is én vagyok. Az író elmondta, hogy legújabb könyve egy 21 évvel korábbi versének az úgymond lábjegyzete. A regény novella fűzérnek is tekinthető, mert a formáját illetően 110 jegyzetre bontható szét. Végjegyzetnek pedig azért nevezhető, mert a regény magyarázatot ad a vers minden egyes szavára. A Bender és társa a kisebbségi identitás tudatról szól. Itt nem csak azok a nagy események, amik sajnos itt történtek, mert a környékünkön élő népek elég komolyan vétkeztek egymás ellen, ellenünk is, mi is mások ellen sajnos, hanem a mindennapok történéseiben is állandóan tudtad, hogy kisebbségi vagy, ez annak a története. Ugyanakkor azt is hiszem, mivel ez a könyv megszületett, hogy annak is a története, hogy az identitásunkat, ha valami kerülőkkel, ha valami küzdelemmel is, azért a kisebbségi is meg tudja találni. Osztáp Bender a szovjet irodalom regényhőse, a 20. század egyik legismertebb csalója. Böndör Pál verse, amely a regényt ihlette, éppen arról szól, hogy amikor az anyakönyvvezetőnél átkeresztelték, névrokona lett a világirodalom egyik legnagyobb csalójának. Aki már egy ilyen nevet visel, annak magának is kellett bizonyos szélhámosságokat elkövetnie. Egy-kettőről van itt szó ebben a könyvben. És hát, mit tudom én, szóval ránehezedik, rátelepedik az emberre az. Én most itt ülök ebben a fotelben, ugye én a fotelyek lelki életéhez éppen olyan nagyon nem értek, de ennek a fotelynak állandóan azt mondanák, hogy te sámli, vagy szék, ugye, akkor ez a fotő is egy idő után elbizonytalanodna, hogy ő lehet, hogy nem is fotő, hanem tényleg sámli. Hát az ember is, ha állandóan, hivatalosan nem a saját nevét használja, akkor itt bizonyos zavarok azért jöhetnek, mert végül is, mivel az én igazolványom, személyi azonossági igazolványomban azt írja, hogy Bender Pál, akkor az a Bender Pál, ami a szerző neve, az tulajdonképpen még írói álnévnek is vehetnék. Böndör Pál jelentős irodalmi munkássága ellenére is regényíróként még fiatalnak számít. Ez a műve egyfajta műfaji ötvözet. Versből lett regény, amely novella fűzérként is olvasható. Van itt egy mondat a regényben, azon beszélgetek egyik barátommal, konkrétan a Tucsóval, és ahol azt mondom, hogy hát ez lehet, hogy nem is regény, lehet, hogy ez egy verses kötet, csak nem versek vannak benne. Ami megint egy kicsit ilyen csavarintás, de hát ez a könyv, ha másban nem szűkölködik ilyen csavarintásokban, mert ilyen volt az életünk, meg még mindig ilyen. A Bender és társa önéletrajzi műnek is tekinthető. Egyértelműen állandóan rólam van szó, meg a barátaimról, meg ami történik vele. Azzal, hogy nem klasszikus önéletrajz, tehát egyes dolgokról nem beszélek. Arról beszélek, ahol valahol beugrik probléma, vagy nem probléma módján a nevem is. Tehát valahol egyrészt az én életrajzom, másrészt a nevemnek a története is. 80 éves a híd. A jubileum alkalmából tanulmánykötetet adtak ki a folyóiratról. Böndör Pál a híd főmunkatársaként és a könyv recenzenseként véleményezte ezt a kiadást. 17-18 tanulmány foglalkozik különböző periódusaival a hídnak, és meg aztán külön a műfajokkal, a megjelent költészettel, a prózával, na mindegy.
És ennek mellékleteként, hát a két könyvet most mutatták be egyszerre, Kanizsán az írótáborban. Egy CD is megjelent, ahol rajta van digitalizálva a 80 év, minden szám, méghozzá úgy, hogy különböző módon lehet keresni, tehát beírni a nevet, és előjön minden cikk, aminek a szerzője az a név, az, akinek a nevét beírták, illetve a neve megjelenik a cikkben. Én, ha jól tudom, ez megtörténik a kalandjával, szóval, hogy egyszerűen digitalizálni fogják mindent, amit tudnak a vajdasági magyar irodalomból. Az író a kanizsai táborban annak örült a legjobban, hogy találkozhatott a fiatal írókkal. Most jelent meg a két híd szám, ahol csak a fiatalok vannak, de különben is követem őket, nagyon tehetség és szép számban jelentek meg, és ha ők maradnak és csinálják, amit idáig nagyon jól csinálnak, akkor a vajdasági magyar irodalomnak komoly jövője van továbbra is. Az irodalmi élet az szintén fontos. Tehát az, hogy volt egy tribűn, ahol hetente voltak előadások, és ott néha több mint 100 fiatal, vagy nem csak fiatal ült, behallgatta az irodalmi estet, vagy tanácskozás volt, vagy vitaestek, stb. Azt ebbé nem igen lesz. De hát az irodalmi élet alakul, változik. Gondolom, hogy ezek a fiatalok csak összejönnek való, csak megtárgyalják a saját dolgaikat, és valahol itt van, lassan itt van az ideje, hogy bizony ők vegyék át a szerkesztését, lassan a hídnak is. Böndör Pál szerint a 90-es évek háborúi miatt hiányzik a vajdasági magyar irodalom középnemzedéke, amely meghozná magával az egészséges irodalmi konfrontálódást. Így csak az öregek és a fiatalok maradtak, akik együtt viszik tovább irodalmunkat. Következő riportunkban belgrádi kiállításra kalauzoljuk el nézőinket, ahol a fővárosi Progress képtárban nemrégiben megnyílt egy motivum, két interpretáció elnevezésű tárlaton Branislav Strugarski belgrádi fotográfus és Nikica Rajicevic podgoricai festőművész alkotásait mutatjuk be. A közös kiállítás motivuma a Cjevna folyó és kanyonja. Egy montenegrói művésztelepen ismerkedtünk meg, és beszélgetés közben rájöttünk, hogy mindketten szívesen látogatunk a Cjevna folyó 30 kilométernyi kanyonjába, mert rendkívül változatos. Ráadásul még évszakonként is mindig másmilyen. Ez vonzott oda mindkettőnket. Évek óta visszatérünk, és ebben az ihlető környezetben alkotunk. Innen való az ötlet is, hogy közös kiállítást rendezzünk, amelynek témája a Cjevna folyó. Találkoztam Strugar úrral. Katalógusomat lapozgatva meglátta a varázslatos folyóról készült képeimet. Elmondta, hogy neki is vannak képei Cjevnáról. Elképesztő volt a fényképei és a képeim közötti hasonlóság. Így kezdődött el együttműködésünk, ami ehhez a kiállításhoz vezetett. Ez a két kiváló művész, Nikica Rajicevic festőművész és Branislav Strugar fotográfus, ugyanazt a témát dolgozta fel saját kifejező eszközével, és bemutatta a Cjevna folyó gyönyörűségét, melynek nagyobb része Montenegróban van. Ez a folyó egy egyetemes értéket testesít meg. A természet folyamatos iklet a művészek számára. Az itt kiállított műveken látható, hogy milyen drámai módon mutatta be környezetünket a két művész, ezzel kiemelve egy általános értéket, mint amilyen maga a természet. Különös művészi érzékenységük az őselemekről szól, a vízről, a földről és a levegőről. Itt a szikla és a kő jelképezi a földet.
Nagyon érdekes, hogy ez a két művész úgy talált egymásra, hogy mindkettőjüket ugyanaz a természeti szépség vonzotta oda. Így jöttek rá, hogy ugyanazzal a motívummal foglalkoznak már éveken át. Ez a kiállítás a két kifejezésmód dialógusa. A Cievna folyó sziklás partjait nem egyszerű megközelíteni, a fotográfusnak viszont a nehezen hozzáférhető térségeken is járnia kell, hogy megfelelő szemlélő pontot és fényt találjon. Kimerítő a terepjárás, de nekem mégsem nehéz, mert élvezem. Szeretem magát a fotózásnak a folyamatát is. Pedig számtalanszor megtörténik, hogy körbejárok mindent, de egyetlen fényképet sem készítek. Nikica Rajicevics fiatal korától visszatér a Cievna folyóhoz. To je jedna mala rijeka, ali ogromnu energiju. Ez egy kicsi folyó, de hatalmas energiát hordoz magában. Fénye minden embert ihlet. Festőművészként különösen érzékeny vagyok erre. Ihletet találok a smaragd vizében, partjaiban és a türkíz kék égben. Beszívtam ezeket a színeket, és megkíséreltem átmenteni őket a vászonra. Ez a folyó kiskoromtól az ihletem. Miután befejeztem Belgrádban a Festőművészeti Akadémiát, ismét visszatértem partjaihoz. Ekkor már biztos voltam abban, hogy ez az én témám, az én kihívásom. Mintegy 20 képet készítettem róla. Szerintem a természet egyaránt ifleti a művészetet és a tudományt is. Az ember és a természet párbeszédéről van szó. Az ember a technológiai fejlődés véget leépítette a természethez fűződő viszonyát. A természet abszolút domináns az emberhez viszonyítva, nem lehet kitolni vele. Azzal, hogy befolyásoljuk, csak megbolygatjuk a természet ciklusait, és ez utána visszaüt. Manapság tanúi vagyunk az éghajlatváltozásoknak, amelyekért nagy részben az ember okolható. Branislav Strugár szerint a művészi fénykép nem pillanatkép, hanem egy hosszú folyamat eredménye. Amikor egy érdekes helyszínre érkezem, sokáig elidőzök. Lassan dolgozok, és ezt a fényképezést sohasem élem meg csupán pillanatként. A pillanat megörökítése inkább a riportfotókra jellemző. Meggyőződésem, hogy a szobámban jobb fotót készítenék, ha egy egész nap állna rendelkezésemre, mint mondjuk egy utazáson, ahol az idegenvezető után kell futkosni. A fotográfus éppen emiatt számtalanszor visszatért ugyanazokra a helyszínekre. Ezen a folyón ugyanaz a helyszín mindig más-más képet mutat. A kiállításon is van több olyan kép, amelyek ugyanott készültek, de erre nem lehet rájönni, mert az egyiken a folyómeder színültig tele van türkiszkék vízzel, a másikon pedig teljesen kiszáradtan tárul elénk. Fantasztikus élmény volt a száraz folyómederben gyalogolni. Olyan érzésem volt, mintha valami másik bolygón lennék, vagy valamelyik filmben. Amikor ezeket a képeket készítettem, a hűvösben is 40 fokos hőség volt. Képzelhetik, hogy milyen volt a kavicsos talajú folyómederben, ahol felhebült kövön járkáltunk. De ennek ellenére csodálatos élmény volt. Idám danas, evo, nekik 30 godina posli akadémie. Manapság is 30 évre rá, hogy befejeztem az akadémiát, én ezt a folyót festem. Akkor igyekszem lefesteni, amikor a legszebb, a legkihívóbb, és akkor is, amikor valamilyen mondani valóm van. A Cievna üzenete viszont örökös. Tiszta vize, tiszta ihletet hoz az embereknek és a művészeknek egyaránt. Kő, víz, ég. Ezt csak be kell szippantani és magunkkal vinni. Ettől biztosan boldogabb lesz az ember. A víz és az elme világossága, tisztasága, a tetteink átláthatósága, a természethez való viszonyunk az emberiség fennmaradásának a kulcsa. A víz a legfontosabb erőforrás. Fontosabb lesz a jövőben a kőolajtól és bármi mástól. A létfontosságú ivóvízből nincs elég a földön.
A víz az élet fennmaradásának az alkímiai és metafizikai szimbóluma is. Szervezetünk 70%-a víz, emiatt őriznünk kell ezt az értékes folyadékot. Óvnunk kell az ilyen kristálytiszta folyókat, amelyekben a víz iható, és amelyek az élet és a halál körforgásának a jelképeként, pozitív hatásoként kerülnek vissza ismét az emberhez. Branislav Strugár és Nikica Rajicevic kiállítása bizonyíték arra, hogy a megfelelő motivum egyesítheti a különböző művészeteket. Az Zentai csata 317. évfordulója alkalmából pénteken a Szegedi Kamarazenekar adott ünnepi hangversenyt. Műsorunk végén őket hallgassuk. Egy olyan szimfonikus zenekarról van szó, amely Magyarországon a második legnagyobb, hiszen Szeged nem annyira nagy város, mint amennyire kultúrájában igen nagy igényekkel rendelkezik. Mi játszunk operát, operettet, játszunk zenés darabokat, és természetesen a szimfonikus zenekari elvárásoknak is megfelelünk. Két nagy bérlettel, amely mindegyik hattagú bérlet szerepelünk a Szegedi Szimfonikus Zenekarral a Szegedi Nemzeti Színházban. Sok-sok bérletünk van, barokk zenei bérletet is játszunk az évad során. Gyerekeknek játszunk, ifjúságnak játszunk, egyházzenei produkcióink vannak, tehát feladatunk bőven van, és nagy örömmel teljesítjük. Azért érkeztünk, vagy azért utazunk magyar lakta területekre, mert olyan 2 évvel ezelőtt határoztuk el, és erre támogatást kaptunk a magyar államtól is, hogy magyar lakta területeken mutatkozzék be a zenekar, vegyük fel a kapcsolatot az ott élő magyarokkal, mutassuk meg, hogy Szegednek, Magyarországnak, a mostani Magyarországnak milyen kisugárzása van kulturális úton. Ezért jártunk már Szabadkán, most jöttünk Zentára, remélem, hogy majd Magyar Kanizsára is eljutunk, de tudom mondani a mai Románia területén lévő városokat is, Kolozsvárt, Aradot, Nagyszent Miklóst, ahol járt már a zenekar. Valóban ügynek tekintjük azt, hogy oda mehessünk, valóban szeretjük felvenni a kapcsolatot az ottani emberekkel, nagy isten művészekkel, hiszen most itt Borbély Zoltánnal egy olyan fúzióban szerepelhetünk közösen, amikor ő a szólistája orgona versenynek, tulajdonképpen rajta keresztül vettük fel a kapcsolatot. IPA projektünk keretén belül 12 orgona bemutatót tartottam, és mondhatom nagy sikerrel, a diákoknak nagyon tetszett az orgona, lelkesedve nézték, hogy az ember, hogy játszottam a lábammal, a kezemmel, bemutattam a diavetítéssel a régi történelmi hangszereket. Nagyon tetszett neki is, nagyon pozitív visszhangja volt, és meg is beszéltem a zenetanár kollégákkal, hogy a jövőben is évente több alkalommal fogunk fiataloknak orgona bemutatókat tartani. Hát fiatalokat ez érdekli és tetszik nekik. Komoly zene, ugye azt szokták mondani, hogy speciális közönségréteg hallgatja. A mi törekvésünk, az enyém is személy szerint, de a zenekar törekvése az, hogy minél fiatalabb emberekkel ismertessük meg a komoly zenét. Ezért nem is komoly zenének nevezem én ezt, hanem klasszikus zenének. Na most ennek a klasszikus zenének, amelyre régen mulattak és vigadtak az emberek, tehát egy Mozart muzsikára, Haydn muzsikára, nagyon nehéz azt mondani, hogy ez komoly zene. Én úgy gondolom, hogy a mi hivatásunk az, hogy fölrázzuk, vagy meg tudjuk mutatni az ifjabb közönségnek is azt, hogy ez egy igen értékes, sőt mondjam azt, hogy sokkal értékesebb kultúra, zenei kultúra, mint amit nagy átlagban hallgatnak az emberek. Művelődési műsorunkat látták. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!